Hello, hello, sziasztok kacok, mi a helyzet? Ma a mi idő a kezdődő távol, 2v1 városnyomot fogunk megnézni. A replayt nem más küldte nekem, mint Csaba, a teljes területet nem mondom be, mert gondolom tudni fogod, hogy rólad van szó. Na már most egy nyugat-európai stílusú várat fogunk mi megvédeni, kérlek, ha lássad. Ugye Csaba védi ezt a monsieur gyönyörűséget a skótokkal. A várról ugye annyit kell tudni, hogy konkrétan ez nem egy várom, úgyhogy hanem egy erőd, ugye kétszintes védelmi rendszere van. A védelmi szintje az egyes, magyarul sima íjásztornyokat fogunk használni. Na, ő... Na jó, rólam egy kicsit később beszélünk, most először nézzük a támadó csapatokat. A támadó csapatok úgy néznek, hogy vannak a timuridák. Ugye? Akiknek az egység felépítése az úgy néz ki, hogy 5 darab nyergetlen nehézkopjás, mint gyalogság, illetve két lángyás milicista, hátul pedig sita milicisták, illetve egy kéziágyús egység. Van 3 mongol nehéz íjász csapata, egy kán testőre, mint hadvezér, egy bombarda szörnye, illetve egy ágyúja, ugye, amikkel majd itt nagyba fogja aprítani a népet. Közben átzsalunk a másik támadó sereghez is, akik nem mások, mint a spanyolok. Na, róluk azt kell tudni, hogy elég vegyes a sereg összeállításuk. Tehát tulajdonképpen 2 Santiago lovagot hoztak ők magukkal ide. Van ugye egy hadvezéri testőr, szokás szerint. Van pikás bilicistájuk 2 vagy 3, nem tudom pontosan. Mindjárt megmondom, van 3 muskétás egységük. Roppant érdekes amúgy. Van 2 nyergetlen hűbéri lovagja, baziliszkusz, illetve nagy bombarda. Vannak itt nyergetlen konkvisztádorok, 4 darab pajzsos szemszeríjász, egy ökölpajzsos karforgató, és amúgy 2 pikás milicista. Oké. Na nézzük meg Monsieur Csabának a seregét, hogy vele mi újság van. Ó, egyébként a nevedre külön kitérnék, hát ez valami hihetetlen, tehát a Csabától szerintem a Himi-Humi jobban hangzik, úgyhogy most már így foglak hívni ebbe a replaybe. Na, ő hát viszonylag a skót sereg legjavával védi ezt a dolgot. 4 darab nemesi pikás egységgel, 1 felföldi nemessel, hát igen. Illetve azt hiszem 4 darab, nem, 2 darab nyergetlen hűbéri lovaggal. Tök mindegy, hogyha rosszul mondom, itt van a kis kép, aztán kijavít engem. Illetve van nemesi kardforgató egység, nem, szerintem jól mondtam, 4 hűbéri lovag, nyergetlen hűbéri lovag, 4 nyergetlen, mi a májam az, nemesi kardforgató, oké. Van egy hadvezéri testőr, illetve 2 hűbéri lovagja, ami már lovon van. Ugye szerintem el is kezdhetjük a csatát, és nézzük meg, hogy mi újság van. Tehát roppant jól csinálja a dolgot már így az elején, ugyanis realizálja azt, hogy ezt az egész minden, nem tudom, fesztiválnyi területet tök fölösleges ennyi emberrel megpróbálni megvédeni, mert úgyse tudja tulajdonképpen, mert túl nagy a hely. És az ellenség ugye be tudja őt keríteni, meg minden egyéb, úgyhogy nézzük. A timuridák ugye a vár felé fordították ezt a kis apróságot. Na már most róla azt kell tudni, hogy őt kiskorában Danabból letették, azért lett ekkora. De mindegy igazából. Aztán, hát nem tudom, elég sok a lovassághoz képest, hogy várostrom. Érdekes. Na igen, ugye egyből megpróbálják itt belőni a falat, és két oldalról támadnak, tehát ez megint csak érdekes. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. A spanyolok ugye hoztak 9 darab ostromtornyot. Azt ne kérdezz, hogy minek, de hoztak. Gondolom arra számítottak, hogy védeni fogjuk ezt a külső részt, de hát nyilvánvalóan nem, mert hát miért lenne annak értelme? Érted? Oké, úgy látszik, a timuridák belőtték az első falat. Érdekes, érdekes. A Santiago lovagokra nagyon kíváncsi leszek, hogy azokkal mit fog csinálni. Ugyanis nem tudom, hát most belül a lovagokkal, nem tudom, mert a mongol nehéz íjászokat, hogy megértem, mert ők ugye íjászok, tehát alapvetően. És az a vicc ebben hatalmas nagy valamibe, hogy ezzel még mindig ezt a falat lövi, vagy hogy van ez? Aha, két helyen is be akarja lőni. Aztán gondolom minden majd erre akar tovább menni, ezt a részt fogja itt belőldözni, hát meglátjuk. Ők ugye itt nagyba hősiesen tolják a kis tornyokat. Viszont ezt egy kicsit meggyorsítom, amíg ugye beérnek ezek a tornyok, mert addig tulajdonképpen lényegben semmi nem történik. Hanem ugye várunk, hogy ezek itt benyomuljanak. Közben ugye a timuridák lövik, mint állat a jobb oldali fal részt. A spanyolok meg ugye nem pazarolják a ágyúlövedéket. Hát gondolom erre a belső fal részre tartogatják. Ki tudja? Right? Ki tudja? Meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből.
nézzük, nem indul még meg senki. A gyalogságról annyit kell tudni egyik, hogy nem túl sok. Mármint, hogy jelnézve ugye Himihuminek a seregét, hát az a Timurida gyalogság az édes kevés lesz így bármire. De hát ugye ezért vannak ketten, hát ez roppant érdekes. Aha, ő hova tűnt? 40 ember legalább. Mármint, hogy... Na jó, mindegy. Oké, tehát várunk egy kicsit, ugye, amíg ezek a tornyok oda érnek a falhoz. Aztán nyomatjuk a témát. Addig kicsit bele is tekerek, mondom, mert most tulajdonképpen semmi nem történik. Ja. Igen. Várunk arra, hogy az invadersök elérjék a falat. Aha. Úgy látszik, hogy tulajdonképpen az összes gyalogosát felviszi a falra, tehát ezért kérdez, hogy innen hova tűnt 40 ember, azt a kérdez, mindegy. Valahol biztos megvannak azok. Igen, hó, várja. Így van. Álljál le. Kis sebességre menjél vissza. Köszönjük, tehát Monsieur Richardka kitört a hűbéri lovagokkal. Több mint valószínű, hogy meg akarja állítani, vagy a kost, vagy az ágyukat, vagy teljesen mindegy igazából, hogy mit, valamit meg akar állítani. Úgyhogy, ja. Hát ugye itt vannak kint az ágyuk, tehát itt teljesen itt a fal alatt. Viszont azt ugye nem árt elfelejteni, hogy a spanyolok is hoztak ám pikás milíciát, és a hadvezérük egyébként a muskétás csapatban van. Amit amúgy nem értek, az tulajdonképpen úgy történhetett meg, hogy a hadvezéri testőrséget utoljára rakta be, és ugye mindig a legelső egység lesz a hadvezéred. A Timuridáknál ez ugye nem mondható el. Azt hiszem. Tehát, hogy minden igaz, ott a Kán testőre maga a hadvezér. De hát nem lehet erről tudni, hogy... Ó, várj! Mizu? Ide hozta ugye hűbéri lovagokat, és itt vannak ugye a spanyol Santiago lovagok, hát nem tudom. Lényegében két megegyező egységről beszélünk. Hát nem tudom a muskétásokat mennyire fogja tudni használni ebbe a csatába, de majd kiderül nyilván. Közben itt ugye... Ha elkezdte mozgósítani a seregét, realizált, hogy a Timuridák innen fognak jönni, meg itt már be is volt törve egy kicsit a fal. Az a nagy bombarda genyó lövi át onnan idáig, tehát az nem gyenge. Van egy lőtávja a fiúnak, az biztos. Ők ugye hősiesen itt menetelnek vissza, mert rájöttek, hogy nagy a túlerő. Ami lényegében igaz. Hát ugye a spanyolok azok most így jóformán mindenne benyomulnak. Ahogy nézem. Nézzük már meg Timurida fronton mi újságon. Úristen, mi az Isten ez? Hát ő se nagyon szarozik azzal, hogy érted, menti az emberei életét. Az a lényeg, hogy idehozza az egységeket, működésbe hoz mondjuk kettő tornyot, az már ugye piszok nagy előnyt jelent. Főleg, hogyha nem lövi le. Az ugye egy másik dolog. Nyergetlen hűbérlóagot, nemesi kardforgatókat hoz ide. Meg úgy látszik egy nemesi pikás egységet is, ugye az nagyon jó a lovasság ellen. Nem tudom, a nemesi felföldi ijászait mondtam, hogy nekem olyan is van, nem tudom. De az a lényeg, vannak ijászai is, igen, tehát lehet azt kihagytam. Az a lényeg, hogy vannak ijászai is, tehát nem gyengén van védve ez a dolog. Oké, tehát itt ugye, szerintem véletlenül lőtte ezt mondjuk ide, vagy nem tudom azt onnan úgy, hogy talált el ilyen szögbe, de... Ő biztos tudja. De közben ugye a mongol nehéz ijászok itt nagyban mennek. Nem tudom, egy kicsit belehúznék, mert hogyha azt a tornyot elfoglalja, az nektek gáz lesz. Jaj, ugye megindul a nyílzápor, meg minden zsák. Ugye megpróbálják leszedni a nehéz páncélos nyugati lovak tömeget, de hát nem biztos, hogy sikerülni fog. Spanyol pikások vonulnak legelől. Érdekes. Ugye a lovasság az meg itt van egy kupacba. És tulajdonképpen az ágyúit is hozza befelé, így van. Meg ugye az ökölpajzsosok védik itt a dolgokat. Meg ugye még a muskétások is ott vannak kint. Na itt Mizu van. Aha, működésbe jött a torony. Magyarul az íjászait elég szépen meg fogja szedni. Hiába nehéz íjászok egyébként, a torony az jóformán nem sokszor lő mellé, maradjunk annyiba, tehát elég pontos dolog. Meg hát pláne, amikor ennyien vannak, tehát itt, érted? Látszik, a fősereget azt nem viszi be oda. Ugyanis mind a három torony működésben van itt az oldalról. Meg ugye plusz, ott vannak a felföldi íjászok is. Aha. Itt a pikásokat lövik? Igen.
Ja igen, amúgy hát még arra kitérhetünk, hogy a spanyolokat Félix irányítja, maradjunk ennyibe. Az úgy szerintem tök jó név neki. A timuridákat pedig egy fej, oké? Okay? És így hirtelen ez volt a legjobb, ami eszembe jutott róla. Na jó, nézzük. Közben itt valami falról leesett a vakolat, ott egy kicsit azért ott lejött. Aha, ezt mindjárt be is fogja törni szerintem. Oké. Azt figyelem, hogy figyeld, milyen vastag csak a külső rétege. És badag ezt lőjük át ballisztákkal, hallod? Egy dafuk, érted? Igen. Hogy nem már, persze. Na jó, tehát betörték azt a részt ott. Magyarul át kell csoportosítani a katonákat ide. Most szerintem csak azért nem mozítja őket, mert vagy azt akarja csinálni, hogy egy szendvicsbe fogja őket, ugye, mert közel azban nyilván leverik őket. Vagy csak szimplán nem ide figyel, hanem éppen a spanyolokra. Még a spanyolokra nagyon nem kell figyelni, mert így állnak egy helybe tulajdonképpen, tehát... Na jó. Aha. Hozza az embereit, jó? Hát a lovasságnak a elég jelentős százaléka már itt elhullott. Így van, és közben ugye a skót íjászok, nem gyenge íjászok azért dolgoznak. A timuridák pedig így próbálkoznak ugye nyílzáporral nyerni, de hát ez nem biztos, hogy az a csata, ahol azt ott meg lehet csinálni. Na nézzük! Aha. Értem. Hát figyelj, itt elég komoly védelem van azért itt középen. Ide is rengeteg ember csoportosított, úgy látszik hozza pikásait is, aha. Nem tudom. Le akarják őket rohanni, vagy mi? Az a baj, hogy tulajdonképpen... Nem tudom, én inkább azt csinálnám, hogy a spanyolokkal karöltve támadnék, mert az a baj, a spanyoloknak jó gyalogságuk van a közelharcra. De ez most így... nyergetlen, nehéz kopjásokkal, meg síta milicistával nem fogja nyomni magát ezeken a nehéz páncélosokon, szóval csak nem rohamoztatja bele a saját magát, érted? Mert tulajdonképpen nincs sok értelme. Tehát alapvetően, mintha úgy néznénk, hogy a fadarabba csapkodod az acélt, hogy mikor törik már el, tehát vágod. Oké. Hát a Santiago lovagok azok tulajdonképpen ő most ilyen mártír halált halnak, vagy én nem tudom. Most elkezdte lőni a bombard a tüzérséget, ami amúgy nagyon jó ötlet, mert hogyha belövi a falat, akkor nem biztos, hogy az olyan jó lesz. De ő ugye realizálja, és akkor gyorsan le is szedi őket. Ó, amúgy várjál már, hát itt is van valami. Aha, ide is jött egy baziliszkusz, de ugye ott vannak az íjászok meg a torony is, tehát nem biztos, hogy ez annyira működőképes lesz ott. Aha, a nagy zsák is elkezdett lőni. Vagyis csak a sima ágyú. A nagy zsákot meg most hozzák, aha. Oké, hát nem a gyorságáról híres, na. Hát én nem tudom, mert sokan vannak, az oké, de hát mondom. Az mindig nem jelent semmit. Ha? Hát itt a nagy bombarda tüzérséget konkrétan szedik lefelé, azt figyelem. Csak ugye pont a rossz helyen lövik őket, őket kéne, hogy ne tudjanak tölteni. De hát ezt ugye mondhatod az íjászoknak, hát nem nagyon érdekli őket. Na mi újság van? Milyen szép fehér lovak, nem? De. Nagyon-nagyon szépek, igen. Na, mi újság van itt a sitákkal amúgy, hogy őket miért nem... Tudom, szerintem idehozhatná őket egész nyugodtan, vagy ha nem is oda. Valahova... Ide talán még innen esetleg be tudnának oda lőni, de jó, nyilván nem biztos. Vagy akár elfoglalná a falat például. Vagy akár realizálná, hogy itt szerintem amúgy át tud menni. Bármit, hogy ott van ajtó. Vagy nem tud itt átmenni? Lehet, hogy egységet mondtam. Tehát itt most úgy néz ki, hogy át tudna ide jönni, mert ott is van ajtó, ott fel tud menni, itt meg kijönne. És akkor oldalba kapni őket, tehát nyilván az megint ugyanaz, mint hogyha frontálisan csak rájuk ront. Na mi újság? Hát a baziliszkusz tüzérsége kereken 7-es darabra csökkent, ami azért nem rossz. És realizált, hogy a Santiago lovagokat sem kéne így itt hagyni, mert így tulajdonképpen megdöglenek a semmiért. Nyergetnek konkvisztádorokat hoz ide. Valamiért. Lehet, hogy támogatja a karatimuridot támadást ezen a szárnyon, nem tudom. Itt bizú bombarda tüzérség van még? Ó, be fogják lőni azt a falat, srácok.
Az viszont gáz. Hát mert ugye az IS-ok, ők azt értelmezik, hogy ide kell lőni, nem azt, hogy ők értett, tehát az nem jó. Hát az betört. Ajjajajajaj. Na most nem tudom, mi lesz. Tulajdonképpen, hogyha most mind a két oldalon megindulnak, még akkor sem annyira biztos, hogy egy rohammal le tudják tarolni a védőket, de hát majd kiderül. Ami az elég géppuska módon lő. Szóval nincs az a probléma. Hát figyelj, majd kiderül. A baziliszkusz legénysége az egyenlő a nullával, úgyhogy ez már nem jelentett problémát. Itt viszont még mindig élnek. Ami tulajdonképpen nem rossz. Azt ott három részre akar támadni. Nagyon jó. Na, szóval, Mizuan Timuridákkal. Igen, hát ugye próbálnak minél jobb szöget felvenni ahhoz, hogy eltalálják őket. Nem is azzal van a baj, hogy eltalálják őket, hanem hogy a torony rongyá lövi az összes emberét. De ez úgy látszik, hogy mindenkivel megindult. És a konkvisztádorok is elindultak valahova. Nem tudom. Lehet egy esetleges kitörés miatt jöttek ide. Vagy nem tudom. Ha ezt a részt lövik, érdekes. Roppant mód érdekes. És, mik vagytok ti nyergetlen nehézkopjások? Ne, nem mondta, hogy ráront. Közben spanyolokkal mizet, csak hogy ne lemaradjunk valamiről. Ó, itt meg közben ugye kitört a lovasság. Aha, jó, de itt most ez lényegesebb. Ajjajjaj, srácok, az összes Timurida benyomul. Bele a pikák, bele a pikákba, bele a kartforgatókba, bele a mindenbe. Ajjajjajjajjaj, nem tudom. Nem tudod, mennyire volt egy nagyon jó ötlet. Kiderül, közben spanyolokkal mi újság. Ó igen, hát a hűbéri lovag egységet jóformán felmorzsolják, maradjunk ennyibe. Itt viszont egy elég durva harc alakult ki. Mármint, hogy de nem törnek meg a skótok, tehát elég jól védik a dolgot, plusz meg úgy ott van rengeteg egységük itt oldalt, hogy szendvicsbe fogják őket. Ugye nem garantálom, hogy ezen át fognak itt jönni bárhogy. De hát majd kiderül. Ugye? Oké. Oké, ka. Na itt bizu. Hát úgy néz ki, hogy a hűbéri lovagok elfogynak. Sajnos. Hát elfogynak. Hát jó, nyilván nem tudom, az valami terv volt, ott valamit meg akart állítani. Monsieur Himihumi. De itt a Timuridák, azok nagyon... Hát fogynak, maradjunk ennyibe. Illetve a morájuk sem a legjobb. Nem tudom. Nem tudom, hogy volt Mercer ezt megcsinálni, de most komolyan, tehát... Na mindegy, hát valami tervük biztos volt. Tehát ez kétségtelen. Na jó. Közben, aha. Hát itt ugye... Te végül is a nagy bombarda legénység... Hát igen, kezelő személyzetét levágták, tehát... Lehet az volt a cél. Nemesi felföldi íjászok mennek közelharci fegyverekkel erre. Mi van erre? Santiago lovag. Meg ilyen nyergetlen konkvisztádor. És a lovasságát is beromoztatja, ne csináld már. Aha. Hát nem tudom, ez miért volt annyira jó ötlet. De tulajdonképpen lemészárolják őket, tehát... Ezzel nincs mit vitatkozni. Közben ugye a felföldi játszok itt nagyban gyalog. Hát nem tudom, mire készülnek, de valami ötletük biztos van. A spanyolok azok várnak, tehát... Ó, három darab hűbéri lovag maradt. De ők legalább nagyon kemények. Érted? Na jó. Erre mi újság? Azok még mindig ott gyalogolnak.
Közben a Timuri Deck, hát igen. Nekik úgy mondhatni végük. Ami tök jó igazából, mert ezeket az erőket át tudja csoportosítani középre. Ugye a spanyolok ellen. Úgyhogy hát nem egyszerű, nem egyszerű. Itt mi történik? Az íjászok mi jót csinálnak? Ricardo Himihumi bazzeg. Nem tudom, hogy találták ilyen nevet, kedves Csaba, de... Hát egy úr vagy. Na mi van? Most kajak elakadtak a baziliszkuszba? Jó van már. Az sose volt olyan. Na jó, nézzük. Jó, tehát a nehéz páncélos gyalogság azóta, hogy lemészárolt őket, még utánuk is fut. Úgyhogy hát nem gyengék, figyelj. Nem gyengék. Az a fehér zászló, az csak megtévesztés egyébként. Ezt nem kell komolyan menni. Hát most, komolyan mondom nektek, azt hiszem elkezdte izélni. Kezelni a baziliszkuszt a IS csapat. Hát mondom, itt rossz állok be, komolyan mondom. Hello! Mizu. Előre küldte a számszeri jelszait. Meg egy Conquistador egységet a Santiago-kkal együtt. Valahogy ugye próbálja gyengíteni a védelmet, hogy... Hát fú, én be akarok törni. De nem olyan egyszerű, az srácok, tehát... Elég komoly kis védelem van ott fel, érdekes. Most ki akarja vinni a... Ne mondd már! A kis sunyiskót, azt figyeld! Le fogja vágni a hadvezért, szerintem. Hát én besírok, hogyha megöli. Vagy mi? Nem tudom, mit csinálni. Az is elég lenne, hogy elfoglalni ezt a két tornyot, nem? Hogy itt meg ugye kialakult egy minimális közelharc a testőrség, meg a... pikások között. Oké. Továbbra sincs semmilyen komolyabb jellegű támadás. Itt ugye a Timuridákkal játszanak még egy kicsit. Oké. De közben, ugye ami a lényeg. Mi történik? Ez hogy lehet itt kint hagyni, vagy nem tudom. Most kajak nem vette észre, hogy nem a hadvezéri testőrségben van a hadvezére? Hát az mondjuk azért érdekes. Na jó, mindegy. Szóval... Itt a pajzsos számszeriázból mindig van kettő. Illetve itt a Timuridáknál olyan dolog történik, hogy... Hát itt ugye várnak arra, hogy elfogyjanak. Kán testőrt kell még megölni. Aztán kész. Na Mizu. Kitörnek ki hát. Nemesi pikások. Ó, te. Hát őt megölik, akkor meg pláne nem értem, hogy a spanyol gyerek így... Így mit csinál az életével, tehát... Na jó. Hát az alakzatvállás az már kevés. Az már nagyon kevés idő. Oké. Hát itt nagyban várunk. Itt pedig, úgy néz ki, hogy elfogytak a Timuridák. Hát ja, elég szépen tartják magukat a felföldi nemesek azért, na, tehát... Erre nem lett panasz. Aha, itt pedig ugye... Nagyban megy a hadvezér haláltusája. Hogy vajon még emberre fogja levágni. Hát igen, a muskétások nem egészen közharcra vannak kitalálva a nemesi pikások ellen. És ennyi volt. Meghalt a spanyol hadvezér. Mármint, hogy igen. Most mondhatnánk, hogy megérte, hogy ott kihagyta, de nem igazából. A Timuridákból összesen ennyi maradt. Nagyjából, meg ugye az a pár kis minimális kis hangyaboly. Oké. Na, meg közben... Itt támadnak ugye a Santiago lóok, mindaz összes, amennyi megmaradt.
Brutális. Jajajajaj, hát ők ott megint csak lemészárolják, úgy ahogy itt tették. És most, amikor realizálta a spanyol gyerek, hogy meghalt a hadvezére, most minden erejével támad. What? Miért? Mi történik itt? Lehet meghekkelték közben a gyereket, hogy valami ilyesmi. Na mindegy, hát a konkvisztádorok ugye kapnak bőven. Na mindegy, nekik ezt nem mondták el, hogy itt hadvezér nélkül kell majd harcolni. Oké, itt ugye a timurida hullák azok mindig szépen csillognak. Itt pedig... Aha. Nagyba próbálkozik olyan dolgok, hogy betör. De... hát nem tudom. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez itt egy nagyon jó ötlet. És ismételte a szuicidok a pikások, majd megint a hátukat védik, hát ez hihetetlen. Aha, itt pedig így nem igazán van még semmi. Jó van. Mekkora kis sunyi volt már, nem? Kiment, levágta hadvezért, csá! Ezek ugye a pajzsos számszeriászok, többet először, hogy nulla lőszerrel. Vagy stuff. Itt pedig ugye full invázió indult a lőréshez, de tulajdonképpen szerintem minimálisan elkéstek vele, vagy nem tudom. Tehát elit esély nincs, hogy itt minden védőt leverjenek. Ez totál kizárt. Azt kizárt, srácok. Muskétásokat ilyen szögben nem lehet használni, mert ugye bugosak elméletileg. Meg ugye ott vannak, amúgy a saját emberei előtte. Úgyhogy ez ennyi volt, srácok. Szerintem. Tehát itt most hadvezér nélkül most, hogy jössz, de mit vár az embereitől, tehát egy... Nem tudom. Valamit biztos, lehet megbeszélték, hogy amúgy meg nem is kell hadvezér. Ó, tehát itt elég nagy erőkkel nyomult bent a kapunál, illetve itt a baloldali lőrésen is. Valami oka biztos van, figyelj. Ugye valami biztos van. Igen, a jól megérdemelt mészárlás. Ugye, amit a legjobban élvez mindenki a csatában. Van még itt egy kán testőr. Akit így amúgy lehet. Hogy meg kéne így ölni, nem? Nem tudom, majd kiderül. Viszont itt ugye a spanyolok azok totálisan elfogynak, tehát ez esélytelen, hogy itt mondom, hogy leverjék a védőket, mert akkor a túlerőben vannak, meg mondom, pláne az, hogy hadvezérük sincs. Hát az úgy meg ugye a káosznak a végkifejlete. Jó. Itt mi újság? Úgy látszik, kiküldött egy egységet, ha? 31 nemesi kardforgatóval. Ja, ugye megvárta, még kipihenik magukat, ha? És most próbálja meg levágni a kánt testőrt. Illetve magát a kánt. Ugye ide jött nagyba. Ugye eddig jó halad. Oké, mi újság? Hát igen, itt a spanyolok ugye kezdenek elfogyni, illetve egy hűbér lovagcsapat mindig van arra, hogy befejezze, amit a gyalogság ott hagyott félbe. Így van, a kán testőr is feladta a harcot, illetve a timurida hadvezér is halott, a spanyol is halott, úgyhogy ez egy nagyon szép védekedés volt. Itt nagyon jó kitaktikázta Monsieur Richardka, hogy mit is kéne így csinálni. Ez kifejezetten tetszett. Na jó, mi újság? Igen, hogy most majd meghatósan nem is kell feláldozni az embereit, az mondjuk logikus. Itt ugye minimálisan harcolnak mindig a pajzsos számszeri jászokkal. Nem akarják megadni magukat. Hú, srácok, itt mit le lehet vágni belőlük? Hát mondjuk fájni fog. Aha, kicsit fájt. Nem tudom. Lehet a lovasságot ráküldeni a számszeri jászokra, vagy stuff. Bár még ugye a torony is lövi őket. Tehát idővel úgyis elfogynak. Ja.
El fognak azok szépen fogyni. A pikások... Nem tudom mit csinálnak. Nem értem. Viszont... Aha, megjöttek a lovagok, hogy letarolják itt a maradék timuridákat. Érdekes. Okéka, ugye hozza a gyalogságát is. Még ezért itt komoly. 45-ben maradtak 40-em. Vagy kevesebben. Buskétások amúgy lőnek, vagy mi van? Ja, szerintem egy sorozatot leadtak itt rájuk, ha? Mi újság? Aztán mindegy, a hűbér lovagot le fogják vágni a lányzsások szerintem. De nem kihozza őket onnan, jól van. Oké. Na hát én amondó vagyok, hogy kicsit tekerjünk bele. Mert ez igazából már nagyon a végjáték, tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Monsieur Richardka nagyon szépen megvédte a várat. Úgyhogy minimálisan beletekeltünk. Egyik játékos elismerte a vereséget, több mint az valószínű, hogy a timuridák szerintem. Esetlegesen a spanyolokat nem hiszem, mert amik lehet. De viszont elismerték a vereséget, szóval ez már így borzasztóan egyértelmű. Mind a két hadvezérük halott, a seregüknek a 80-90%-a halott, tehát hogy... Így van. Na most kacok, ez lett volna. Monsieur Richardónak a várvédése. Ugye pontosan szinte kétszeres túlerőben voltak ellene. És ahhoz képest alig a fél seregét vesztette el, tehát... Szerintem nagyon szép védekezés volt. Hát írjátok le kommentbe, hogy hogy csináltatok volna mit, illetve hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Ha van kedvetek is, többet ideg megiratkozzatok fel a csatornára. Ja, igen, hát remélem tetszett nektek, és itt leszek velem a következőbe is. Én Tomi voltam. Sziasztok!